Dr. Fazekas Sándor főnösi miniszter úrral beszélgetünk itt a túros tábla előtt, hiszen ismét Karcag lesz az egyik megállója ennek a nagyon szép rangos versenynek. Karcagra érkezik a Tour de Hongrie július 1-én, és így részesei lehetünk az ország legnagyobb, leglátványosabb kerékpáros versenyének. Egy karcagi szakasz lesz tehát. Biztos vagyok abban, hogy a város lakossága, de a környékben élőket is érdekli ez a program, és vonza majd őket, hiszen nagyon sokan biciklizünk errefelé, lehet, hogy a túráink a munkahelyre, a piacra, a város körül található kertekbe irányulnak elsősorban, de azért a bicikli szerelmesének érdemes erre a programra oda figyelni. Nem tudom, hogy ön esetleg vállalna ilyen megmérettetést, hogyha kapna egy versenykerékpárt, hiszen azért rutinos kerékpáros. Hát én egy másik műfajban, a távolsági biciklizésben szoktam részt venni, már amennyire az időm engedi, alig hiszem, hogy ez a gyorsasági verseny az én profilom lenne, ezen a korszakon már túl vagyok, de azért mindig élvezetes dolog számomra a küzdelmet, a versenyt, annak a szépségeit látni, és örülök annak, hogy nagyon sokan versenyeznek Magyarországon szervezett formában, a kerékpársportban is, de más területeken is. És hát látjuk, hogy lesz utánpótlás, hiszen itt a fiatalok is elkezdték tekerni a kerékpárt. A versenyszellem az töretlen, tehát folyamatos itt a mérkőzés, a küzdelem, megvan ennek a maga hangulata. És most jó idő van, használjuk ki arra, hogy egy kicsit biciklizzünk. Itt a város környezetében is gyönyörű részek vannak, az Ádor híd, Ágota híd környék, épp úgy, mint a Kecskerító, tartogat meglepetéseket. Madárvonulás idején épp úgy, mint amikor kisebb a forgalom, a búza, gyönyörűek a táblák. Tehát érdemes kirándulni, akkor is, hogyha valaki nem versenyszerűen sportol, hiszen a biciklizés az nagyon kellemes kikapcsolódást jelent. Köszönjük szépen, és akkor szurkoljunk együtt az érkező versenyzőknek júliusban. Július 1-én. Köszönöm szépen. Ezen Kamel Károllyal beszélgetünk itt, hiszen közben a labda is szállít belőttünk, hiszen még tart a verseny, de beszéljünk egy picit a túról. Az előbb hallottuk miniszter úrtól, hogy július 1-én érkezik ide, és épp azt kérdeztem, hogy hanyadszorra is, hiszen nem első alkalommal találkozunk már. Hát Karcag mindig is fontos volt a túlélétben, főleg miatt én vagyok a szervezője az eseménynek, hiszen 2000 óta már 8 versenyt szerveztünk, és igyekeztem mindig elhozni ide a környékre az eseményt, hiszen én is a környéken születtem Bucsán, és emiatt is Karcag mindig a szívem csücske volt. Hazajövünk a versennyel Karcagra mondhatni, és azt látjuk, hogy nagyon szívesen látnak itt a helyiek minket, rengetegen bicikliznek, rengetegen szurkolnak a magyaroknak is, emiatt idén sem hagyhattuk ki a várost. Mit lehet tudni, hány csapat fog indulni, és hányan érkeznek körülbelül Karcagra? Úgy terveztük, hogy 20 csapat lesz a rajtnál, már 22-nél tartunk, azért, mert olyan csapatok is jelentkeztek, amióta lezártuk a nevezést, amiket nem lehetett őket visszautasítani. A mezőny rendkívül erős lesz, soha ilyen mezőny nem volt, mint Magyarországon, ennyire erős mezőny, hiszen a Föld minden részéről jönnek, Dél-Amerikától kezdve, Ausztrálián át, Ázsián át, Észak-Amerikáig, és most Európából is nagyon sok csapat jön. Tavaly volt afrikai szakaszgyőztesünk, idén is ők is el fognak jönni a magyar körversenyre. Úgy számoljuk, hogy több mint 30, inkább 35 országból jönnek versenyzők az ezévi Tour de Hongrie-ra. És azért Karcag nem csak azért fontos, hiszen mindig innen indul olyan nehéz etap, vagy ide érkeznek olyan nehéz etapról, ami miatt azért külön fontos számukra Karcag. Hát ez az év sem, mert sokkal könnyebb, a mindenkinek emlékébe be fog vésődni Karcag, hiszen a karcagi rajtal lesz a leghosszabb és legnehezebb szakasz az évi magyar körversenynek, hiszen a befutó a Miskolcon lesz, és Miskolcon megérkezik a mezőny, ez kb. 160 km múlva, és onnan jön a neheze, mert hogy kétszer mászták meg a Bükke emelkedőit, a célig több mint 212 km lesz a teljes táv, és abban lesz két komoly Bükki emelkedő. Akkor azt gondolom, hogy Karcag megint ott lesz az emberek közszületában emiatt is, viszont azért mindig szokott hozzá kapcsolódóan lenni a gyerekeknek is verseny, így lesz ez most is. Persze, másképp nem is hoznánk ide a versenyt, tehát a rajt előtt, tehát aznap szombat délelőtt, egész délelőtt a városközpontban, a városháza környékén nagyon sok program lesz a gyerekeknek, családoknak, bringás programok, itt mögöttem látható bringapárban, ügyességi pálya, és nagyon sok látványos bringás esemény, érdemes eljönni és bringázni velünk. Reméljük sokan megfogadják ezt, és akkor sokan találkozunk ott július 1-én. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget, várunk mindenkit! Dobos László polgármester úrral beszélgetünk, itt az előbb Karcsitól hallottuk, hogy megint nevezetes lesz a karcagi indulás, hiszen a leghosszabb futamra indulnak innen, de azért nagyon sok munka van abban, hogy újra Karcagra jöjjön ez a verseny. Hát igen, nagyon-nagyon sokat kell tenni manapság azért, hogy a magyar
nemzeti körverseny valamilyen rajt vagy célállomás legyen, hiszen ez egy olyan rendezvény, hogy a legtöbb település szeretne részese lenni. Nálunk immár a negyedik alkalommal jár a Tour de Hongrie mezőnye, és büszkék is vagyunk arra, hogy erre lehetőséget tudunk biztosítani. Innen rajtolnak a király etapra, minden másszák meg a legmagasabb részeket a versenyzők. Nyilvánvalóan nagyon komoly érdeklődés fogja ezt kísérni, és előzi is meg. Itt az előbb hallottuk Karcsitól, hogy lesznek a gyerekek számára is előrendezvény, tehát lehet majd ott különböző versenyszámokat kipróbálni, tehát igazi családi rendezvény lesz ez. Hát ezt így is tervezik, hogy minél látványosabb legyen. A maga a Tour de Hongrie is egyre jobban fejlődik, és egyre nagyobb nézőszámot vonz, nem csak a helyszíneken, hanem a kamerákon keresztül is. Reméljük, hogy egy-két év és a Eurosport is fogja közvetíteni, ez is a cél egyébként. És természetesen nagyon komoly és nívós kísérőprogramok kellenek, hogy legyenek, hogy még több nézőt, érdeklődőt vonjanak a helyszínre. Reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz. Miniszter úrtól kérdeztem, hogy vállalna esetleg egy ilyen gyorsasági futamot. Azt mondta, hogy ő inkább a hosszú távú kerékpározásnál marad. Ön esetleg egy ilyen hegyi menetet? Hát én azt hiszem, hogy ezek a versenyzők annyira profik, hogy az esélytelenek nyugalmával battyognánk utánuk, tehát ez egészen másról szól. Ez nem tömegsport, ez nem szabadidősport. Itt kőkemény napi edzésben éleződő versenyek, versenyzők szerepelnek, és csak az ők tudják kibírni ezt a hihetetlen nagy távot napról napra, tehát itt az esélytelenek nyugalmával indulhatnánk. Szerintem 100 méter után már a port látnánk legfeljebb, amit vernek, semmi egyebet. Ettől függetlenül nyilván én szeretek kerékpározni, de hát úgy az a tudás az egészen más. Akkor azt gondolom, hogy azt mind a ketten elmondhatjuk, hogy csodálattal nézzük majd őket, ahogy innen elstartolnak Karcagról. Hát hogyne, én úgy gondolom, hogy aki bármilyen ilyen körversenyt egyszer is látott, akár a Giro d'Italiát, vagy a Tour de France, vagy bármelyik egyéb más nagyon komoly kerékpáros körverseny, bármelyik szakaszát, tehát ez láthatja, hogy ezek a versenyzők valami emberfeletti teljesítményre képesek, és hát én magam csodálattal figyelem az ő teljesítményüket, mint más egyéb kiemelkedő sportágak versenyzőit is, le a kalappal előttük, minden figyelmet megérdemelnek. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget!